pályázati tájékoztató civil szervezeteknek, honnan és hogyan szerezhetnek pénzt programjaik támogatására. Már franciául is tanulhatnak a Hermann iskolában. A francia intézet támogatásával, nyelvórákkal és francia nyelvű könyvtár részleggel bővült az iskola. És 10 éves a Rimkovácsok Egyesülete. Az irodalmi kör várja a verskedvelő új tagokat. Kezdődik a Városi Magazin. A stúdióban Kállai Lajos. Jó estét kívánok! Ha van jó ötlet, de nincs hozzá pénz, akkor hogyan lehet szerezni? Ha tetszik, mit tehetnek a budaörsi civil szervezetek azon kívül, hogy az önkormányzattól kérnek pénzt? Pályázhatnak például a Nemzeti Együttműködési Alaphoz. Hogy milyen feltételeknek kell megfelelni, és egyáltalán mire adnak pénzt, arról tartottak egy tájékoztató fórumot a Városházán. Szemelláthatólag nagyobb keretösszeg van működésre, mint szakmai pályázatra, ez azért van, mert egyáltalán működésre, civil szervezetek működésére nagyon kevés pályázati forrás áll rendelkezésre. Általában önkormányzatok szoktak működésre még pénzt adni civil szervezeteknek, máshonnan nem nagyon lehet ilyenből részesülni. Azért van ez a típusú megoszlás, és azért is szoktam biztatni szervezeteket arra, hogy adjanak be működési pályázatot, még hogyha ők úgy érzik is, hogy csak önkéntesek dolgoznak, és meg tudják oldani akár a saját lakásukból, saját költségvetésből, saját papírral a szervezetnek a működtetését, és inkább szakmai programot szeretnének megvalósítani, mivel hogy itt nagyobb a keresztösszeg a működésre, hogy hát ha azzal is tudjuk őket segíteni, és akkor legalább a könyvelői díj, vagy azok, amik fölmerülnek amúgy is, azok elszámolhatóak, még ha esetleg a szakmai pályázaton nem tudott sikerrel indulni. Idén több mint 2 milliárd forintos keretösszeget biztosított a civil szervezeteknek, egyesületeknek a működésre a Nemzeti Együttműködési Alap. Ezt az elmúlt évhez hasonlóan 5 kollégiumnál pályázhatták meg az érdeklődők. A sikeresek 250 ezer és 3 millió forint közötti összeget nyerhettek el pozitív elbírálás esetén. Hangsúlyozta a NEA meghívott előadója a Városházán rendezett tájékoztató fórumon. Aki ezzel kívánt élni, azoknak már a kész pályázatot le kellett adniuk. Köztük volt a Budaörsi Polgári Nyugdíjas Egyesület is, akik már egy alkalommal sikeresen pályáztak egy program megrendezésére a NEA-nál. A NEA-hoz nagyon régen adott be pályázatot egy kollégánk, illetve nyugdíjas társunk. Akkor egy kirándulást valósítottunk meg belőle, egy nagyon jó sikerült szegedi kirándulás volt, de utána volt valamennyi szünet, már nem tudom megmondani, hogy 1-2-3 év, és hát most az idén adnánk be, beadtuk már a pályázatot, de hát az csak be van adva, visszaigazolták, hogy rendben van az első formai része, de a tartalmi részére hát természetesen még nem kaptunk választ, ugye az később fog jönni. A nettó pályázati összeg az 560 ezer forint lenne, és ez működési költségekre volt ez a pályázat kiírva, tehát működési költségekre pályáztunk. Szeretnénk venni egy laptopot, mert minden készülékünk, ami magántulajdonú volt, és nagyon elavultak, rendkívül elavultak, és programokat is, jogtiszta programokat szeretnénk hozzávenni. Azon kívül pályáztunk a könyvelői díjra, fenntartunk egy honlapot, annak a tárhelyét fizetnénk belőle, és hát némi irodaszerre is, mert ugye azt is eddig saját zsebből álltuk mindig, és ha már ilyen lehetőség van, akkor szerettük volna ezt nem a nyugdíjunkból fedezni. Kaptak esetleg segítséget a várostól, kellett-e segítség, vagy egyszerűen pofon egyszerű volt kitölteni az egészet? Hát nem volt pofon egyszerű, bár utólag visszafelé nézve minden egyszerűnek tűnik. Hát egyrészt kaptunk a Fidesz szervezett egy tájékoztatót, és utána a város adott lehetőséget arra, hogy a hölgy, Egerszegi Magdolna bent volt a két ünnep között, és ő átnézte velem együtt, én készen voltam addigra, de volt benne egy-két dolog, amiben nagyon jól jött a tanácsa, mert én azt nem egészen úgy értelmeztem, ahogy ő ugye gyakorlottként jobban tudta, és aztán így reménykedünk, hogy mivel nem túl gyakran pályázunk, így azért sikerülni fog. Bár a működésre már nem lehet pályázatot benyújtani, a programok megvalósítására még van pályázati lehetőség kollégiumonként január 15-e és 19-e közötti beadási határidővel. A város itt is segít, ha bárkinek szüksége lenne rá.
Elég feszített tempó van ilyenkor, mert most november végén, illetve december elején jelentek meg a Nemzeti Együttműködési Alapnak, korábban NCA-nak, tehát a Nemzeti Civil Alapprogramnak a pályázatai, és egy hónapos határidő volt, hogy egy nem túl egyszerű, már szakértők szerint a tavalyi kiírásokhoz, meg pályázati feltételekhez képest egyszerűsödő eljárásban kell részt venniük. Nagyon komoly adminisztratív terhei vannak ennek, és éppen ezért, hogy át tudják ugrani ezt a lécet a mi civiljeink, ezért biztosítottunk a működési jellegű támogatási pályázatokhoz egy olyan segítséget, hogy a két ünnep közötti időszakban a pályázati szakértőnk itt ült benne, és várta, fogadta a civileket, akár tanácsadásban, akár a pályázati adatok konkrét kitöltésében is. Ezzel viszonylag sokan éltek, és örülök, hogy ez egy sikeres projektünk volt. A második ütem meg úgy fog kinézni, hogy ugye a működési jellegű pályázatoknak a benyújtási határideje most van éppen lejáróban, tehát azzal már igazából nem fogunk tudni foglalkozni azon túl, mint amit idáig tettünk. Tehát holnap van az utolsó olyan nap, amikor az egyik szakkollégiumnak a működési pályázati benyújtási határideje lejár, és onnantól kezdve ez a lehetőség már nincs. Viszont a programokra és az egyéb kiadásaikra a civilek tudnak pályázni még, ha jól emlékszem, ez is szakkollégiumi bontásban van, tehát nem egy határidő van, hanem szerintem 15 és 18 között jár le most januárban, és hogy minden segítséget meg tudjunk adni, ezért egyfelől egy általános tájékoztatót tartunk arról, hogy kinek milyen esélye, milyen bírálati szempontok vannak, milyen szakkollégiumban, milyen varázsszavak vannak esetleg. Megpróbáltunk olyan a NEA-ban dolgozó szakértőket bevonni ebben a tájékoztatóba, akiknél reméljük azt, hogy a bölcsekkővel a zsebükben van, bár nyilván ez nem az a helyzet, amikor ez bárki állíthatná magáról. Ennek ellenére egy ilyen tájékoztatón, főleg a gyakorlati problémákra helyezve a hangsúlyt, megpróbálunk egy olyan tökéletes képet felvázolni előttük, ami az ő nyerési esélyeiket növeli. Úgy alkották annak idején a Nemzeti Civil Alap után a Nemzeti Együttműködési Alapot, hogy tulajdonképpen a Magyarországon létező és bejegyzett civil szervezetek szinte mindegyike tudjon magának találni egy olyan kollégiumot, ahova ő a tevékenységével tartozik. Tehát én azt tudom mondani, hogy igazából tevékenység alapján senkit nem zárunk ki. Mondtam, van egy olyan korlát, hogy mennyi az éves forgalma, illetve a költségvetése a civil szervezetnek, illetve azt, hogy milyen szakmai programot szeretne az a civil szervezet megvalósítani, mennyire működik. Hogyha jogi követelményeknek megfelel, és hogyha formailag egy jó pályázatot nyújt be, utána tartalmi szempontok alapján értékeljük azt az adott pályázatot, ez a kollégiumoknak a felelőssége, és hogyha ez egy jó pályázat, akkor mi ezt támogatásra javasoljuk, és hogyha belefér abba az adott költségvetésbe. Ha nem, hát akkor mindig javasoljuk a pályázatnak az átdolgozását, és akkor esetleg a következő évben újra megpróbálni. Ha a fórumon megjelent civileknek sem a tájékoztató, sem a NEA honlapján található információk nem adtak megfelelő támpontot a legjobb pályázat megalkotására, abban az esetben a város pályázati szakemberénél, dr. Egerszegi Magdolnánál még mindig van segítségkérésre lehetőség. Ő január 19-éig naponta 9 és 13 óra között várja a civileket a városházán, és minden segítséget megad egy sikeres pályázat elkészítéséhez. Már franciául is tanulhatnak a Herman diákjai, egyelőre külön órák keretében. A francia intézet megkeresésére indult szakkör mellett 200 francia nyelvű könyvvel is támogatta az intézet az iskola könyvtárát. A távlati cél mindkét fél részéről az, hogy az angol és a német mellett a francia nyelv is bekerüljön az órarendbe, mint választható tantárgy. Bár alig két hónapja tanulják szakköri keretek között a francia nyelvet a gyerekek a Herman Otto általános iskolában, láthatóan szépen haladnak és élvezettel szívják magukba a tudást. Ez egy feldobott labda volt igazából a Herman felé. Megjelent ugye nálunk a francia intézet, és felajánlotta azt a lehetőséget, hogy a tanárnő fogja tartani a francia órákat, hogyha van rá igény.
és akkor megindult a fantáziánk, mondjuk így, hogy lehetne ez egy harmadik nyelv esetleg a angol és a német mellé, illetve hát színesítheti nyilván a Hermann palettáját is, meg egy olyan lehetőséget ad, ami az európai kultúra felé még inkább integrálná az oktatásunkat, nevelésünket. Úgyhogy ez egy remek lehetőség volt, és mi igyekszünk ezzel a remek lehetőséggel élni. Ha nagyon jól bejön ez a dolog, és látszik, hogy a gyerekeket érdekli, és a szülőkben van igény, akkor a következő évtől a Hermannban választható nyelv lenne a francia, az angol és a német mellett. Ez természetesen konkurenciát jelent a többi nyelvnek, de hát azért itt ne gondoljunk olyan hatalmas óraszámra, egy francia nyelvcsoport indulna el a következő évtől már normál órakeretben, és aztán meglátjuk, hogy milyen lesz ennek a keletje. Itt volt nálunk a francia attasé, és elmesélte, hogy a francia nyelv más országokban hogyan muzsikál, és én azt gondolom, hogy úgy, hogy most tényleg arra tartunk, hogy minél több nyelv legyen, meg már második nyelv, vagy a középiskolában már kötelező, szerintem harapni fognak rá a gyerekek, hogy esetleg párhuzamosan lehetne két nyelvet is tanulni. Erről természetesen még ebben a pillanatban nincs szó. Általában a francia nyelvet csak olyan második nyelvként szokták választani, de most megvan a lehetőség, hogy első nyelvként kerüljön be. Ehhez a francia intézet a szakképzett nyelvtanárokon kívül egy rendkívül értékes és hasznos könyvcsomagot is átadott az iskolának, amelyet azóta örömmel forgatnak a gyerekek, olyanok is, akik egyáltalán nem tanultak franciául. A könyvek küllemükben is nagyon gyönyörűek, és belső tartalommal. Szinte valamennyi tantárgyunkat tudják segíteni, például itt a kezemben látható egy görögökről szóló történelmet segítő könyv, amit ha fellapozunk, láthatjuk, hogy képében és szöveges tartalmában is nagyon nívós. A képregények nagyon népszerűek a gyerekeknél, ugye a Garfield sorozat. Ezek kis pici, rövid szövegek, amelyet már ugye a kezdő franciát tanulók is olvasgathatnak. Megtalálunk ugye enciklopédiákat, amelyet majd könyvtárórán is hasznosíthatnak, és mutathatnám a tanáraink kedvencét, a kézműves könyveket, amelyben olyan gyönyörűséges képek vannak. Nálunk a nyelvoktatás mellett egyik nagyon fontos profil a kézműves technikának a mindenféle bemutatása és tanítása, és éppen ezért ezt már a kollégák is nagyon szívesen forgatják ezt a könyvet, mert tel is tele van ötletekkel, szinte még franciául sem kell tudni hozzá, mert a képek önmagukért beszélnek. Szeptember-októberben, amikor a francia intézet oktatási attaséja megjelent ezzel a nagyszerű adománnyal, 200 új könyvvel, amikor a könyvtárfejlesztés azért nem egy szívügy manapság, különösen örültünk. A dolog érdekessége, hogy a gyerekek, bár még nem tanulnak franciául, viszik a könyvet, mint a cukrot. És ennek két oka van, mert a könyvek nagyon gyönyörűek, mind külső, mind belső tartalommal. Én fölhívom a figyelmüket, hogy még ezt nem biztos, hogy tudod és érted, mert franciául van. Nem baj, de gyönyörűek a képek. A könyvek között, ahogy itt látjuk a polcom, megjelenik a mese, a természettudományos könyvek, a kézműves technikájú könyvek, ABC-s könyvek, hosszabb, rövidebb történetek, különböző nehézségi fokozattal, és a gyerekek nagyon-nagyon örülnek ennek a lehetőségnek, és mint ahogy hallottuk, fölmerült akkor annak a távlati képe is, hogy szeptembertől esetleg óraszámban is oktathatjuk az angol-német mellett a franciát. Persze a szakkörösök még ezeket a könyveket csak lapozgatni tudják, tanulni majd csak később lesznek képesek belőlük. Novemberben, 2014-ben született az az elképzelés, hogy a francia nyelvet promotáljuk az általános iskolákban, és gyakorlatilag akkor találtunk ki egy ilyen projektet, hogy mindenféle segédeszközöket kidolgozni az általános iskolai kollégáknak. Ez a munkacsoport a francia intézeten belül alakult ki, már több éve működik, és ekkor született az az ötlet, hogy Budaörsön is
egy néhány iskolába elindítsuk. Gyakorlatilag az egyes iskolában, a Kesjárban, illetve hát a Hermanban is ugye elindult egy kedvezményes 200 forintos jelképes összegű tanfolyam, ugye óránként. Utána erre továbbiakban is igény volt, de már itt sajnos a kooperáció nem tudott ekkora támogatást adni. Ettől függetlenül 40%-os kedvezménnyel tudnak járni a gyerekek hetente 2x45 percre. Teljesen kezdőek a gyerekek. Van egy-két gyerek, aki már valamikor tanult egy pár órát, de voltak éppen az egésznek nem is egy nyelvtanfolyama lényege, hanem az, hogy a francia nyelvet, mint választható tantárgyat bevezessék itt a Hermann Otto általános iskolában, amire mindenféle szándék meg is van. A tervek szerint emellett lehetőség nyílik a felnőttek részére is francia nyelv elsajátítására, ha kellő számú érdeklődő jelentkezik a 2016-ban induló kurzusra. Az álom mindig az, hogy olyan színfolt legyünk a város palettáján, ami úgy egyébként külön is választható, de ugyanakkor pedig város összesenben is jelentsen egy tényezőt, és minden olyan próbálkozás, ami ezzel kapcsolatos, az szerintem előre viszi az intézményt. Kezemben a Rimkovácsok 10 éves fennállása alkalmából kiadott jubileumi újságjuk, kiadványuk, és itt a stúdióban Salamon Erzsébet, aki a Rimkovácsok Egyesületének elnöke. Kezdjük, jó estét kívánok, és Bészalai Károly, aki az alelnöke az Egyesületnek. Jó estét kívánok. 10 éve vannak tehát Rimkovácsok Budaörsön, akik rímet kovácsolnak, ezt rendszeresen közzé is teszik egy ilyen kiadványban, és sok minden mást is csinálnak. Mire a legbüszkébbek az elmúlt 10 évben? Az elmúlt 10 évnek igen nehézkesen indult a dolog, mert hogy ugye előbb hírnevet kellett kovácsoljunk magunknak, viszont most már szépen beindult a Verkli. Most már 40 tagunk van, már nem csak budaörsiek, most már jönnek az jó, hogy jönnek máshonnan is? Mert hogy ennek nem az a bája, hogy budaörsi írókat, költőket tömörít? Tulajdonképpen nekünk az alapszabály úgy van lefektetve, hogy tehetségkutató. Világos. Jó, az alapszabályban az van leírva, amit leírunk, nem? Helyet adunk a kezdőknek és a haladóknak. Na most a budaörs és környéke. Szóval már majdnem 40-en vannak. Mindenféleképpen az újságra vagyunk legbüszkébbek, és arra, hogy szinte mindenkinek az Egyesületben a 10 év alatt 4-5 kötet minimum. Mindenkinek egyéniben jelent meg. Pedig amatőr írókról és költőkről beszélünk. Tehát senki nem ebből él, vagy nem ezt műveli profi szinten. Hát ebben az újságban is, ebben a jubileumi kiadványban is, én gyorsan, amíg beszélt, megszámoltam, azért néztem ennyire, 28-an publikáltak valamit. Általában 20-30 alkotó jelenik meg egy-egy újságban. Ezt az újságot, ezt hol lehet kapni? Hogyan terjesztik? Hogyan jut el ez az olvasókhoz? Kik az olvasók? Hát az újságot azt eléggé szűk körbe publikáljuk, vagyis jelentetjük meg, mert végül is az újság inkább az alkotóknak és az ő ismerősüknek, ismerőseiknek és a város prominens személyeinek van odaadva, és ők olvassák, és ők forgatják, és hát elég szép visszajelzéseket, dicséreteket kapunk. Meg hát ahol színházba megfordultunk, adtunk színháznak is, mint például a Keresemél, ugye a Kossuth Díjas kétszeres színházigazgatónak is, és hát másoknak is adtunk, akik a olvasóink írják, rovatba szerepelnek.
Nem foglalkozunk azzal, illetve foglalkoztunk egy időben azzal a gondolattal, hogy kimegyünk a strandokra, na bocsánat, az újságáról. Strandon is lehet árulni. Jó, igen. Strandokat gondoltam, tehát az újság árusító pavilonokra, de viszont van egy olyan rákfenéje a dolognak, bocsánat, hogy csúnya szóval mondom, hogy ugye akkor kötelező 100 példány alatt nem jelenhet meg, és viszont ezután megadózni kell, és a másik dolog az, hogy időre kell megjelenni, és nem elég az, hogy ugye egy évben négyszer, hanem hát akkor havonta. Na most nem is az a gond, hogy havonta nem tudnánk megjelenni, hanem inkább az adó az, ami egy kicsikét úgy... Nem jönne be annyi, mint amennyibe kerül. Igen, köszönöm a segítséget, így van. Most így egyébként van. Ezt kik finanszírozzák, tehát önök dobják össze a pénzt? Majdnem minden évben kértünk támogatást a Budaörsi Önkormányzattal, ezúttal is megköszönjük. Viszont most már 5 év, mikor betöltöttük az 5 évet, akkor sikerült kiadnunk önerőből egy antológiát. Azóta úgymond az antológiából élünk, mert mi egy non-profit szervezet vagyunk, egyesület, és ugye hát amit elhasználunk, azt visszatermeljük. Úgymond, fönntartjuk önerőből magunkat. Beszéltünk az újságról, beszéltünk az antológiáról, és mielőtt tovább beszélnénk, jöjjön egy vers, mert hogy úgy beszélgetünk itt mi, minthogyha szinte most találkoztunk volna először, de ez nem igaz, mert hogy volt egy közös sorozatunk itt a Budaörsi Televízióban, heti vagy két heti rendszerességgel jelentkezett ez, még 2015-ben is ment meg 2014-ben. Bocsánat, hogy közbeszóltam. Tehát mindenki örült neki, és mi fürödtünk a mámorba, hogy hát a visszajelzések, és állítólag én nem tudom, mert ugye én nem dolgozom az önkormányzat épületében, hogy égtek a vonalak, hogy jaj, ezt mikor fogják folytatni, jaj, hogy ez rendszeres lesz-e. És hát ugye mi mindig azt mondtuk, akivel az utcán is találkoztunk, hogy nem tudunk róla semmit, ez nem a mi politikánk idézőjelben, hogy ez most rendszeres lesz, vagy nem lesz rendszeres. De mi örültünk neki, és jól esett. Akkor egy rövid részletet nézzünk meg egy versből, aztán mindjárt folytatjuk. Jó veled lenni és várni a csendet, földről csodálni a csillagokat, égi világnak tükrét szemedben, mámoros fényű hajnalokat. Jó veled lenni és várni az estét, bokrokra hajló füstszálakat, sustorgó hangját kószaszeleknek, moccanó tollú halkálmokat. Jó veled látni a földi csodákat, csepjét a víznek, halk ütemét. Hallgatni némán egymás szívén a föld dobogásnak tompa neszét. Akkor folytassuk tovább a stúdióban Salamon Erzsébettel és Bészalai Károllyal. Amíg hallgattuk ezt a verset, olvastam az ön írását, aminek az a cím, hogy Olvastál ma? És egy kérdőjel. Igen. És ennek az alján a következő szerepel. Az élet olyan, mint egy könyv, ha egy rossz részhez érünk, nem kell az egész könyvet eldobni, csupán lapozni egy párat. Igen. Ebben a lapozásban segítenek a versek, segít a közösség? Tehát a Rimkovácsok Egyesülete az egy valódi közösség, vagy csak egy publikáló közösség? Tehát azért vannak együtt, hogy megjelentessék az újságot, vagy ennél sokkal többet is jelent a Rimkovácsok Egyesülete? Szerintem többet, de az elnök asszony majd elmondja, bocsánat. Mindenképpen sokkal többet jelent, és megmondom miért. Volt egy időszak, amikor úgy gondoltuk, hogy talán abba hagyjuk, mert hogy... finanszírozási nehézségekben ütköztünk, és összedugtuk a fejünket, és a tagtársak és a vezetőség összeült, és mindenki sajnálattát jelezte felénk, hogy ilyet nem szabad, mert amikor ilyen történik, hogy valaki eldob egy lehetőséget, akkor ugye megalakultunk bírósági teljesen legális alapon egyesületté váltunk, akkor sok utána járás volt, és ezt csak úgy eldobni már vétek lenne. A tagtársak mindenképp minden nehézségeket vállaltak és támogattak minket. Természetesen azért, hogy megjelenjenek is a versek, de kialakult egy közösség, ahol a privát dolgaiktól kezdve nem politizálunk, mert azt mindenféleképpen nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy igen,
A költőkre tartozik az, hogy a mindennapi életben milyen ügyes bajuk dolgaik vannak, viszont ezt nem szeretném, hogy elszabaduljanak az indulatok. Igen, nehéz az embereket úgy összetartani, hogy egyik ne tegyen megjegyzést a másik felé, és ezért szigorúan a politikát szeretném kizárni. De reagálni kell a mindennapi életre, nem? Igen, csak tehát nem lehet mindig a fákról, a virágokról, a szerelemről, az öregedésről, a fiatalokról írni. Ez esetben olyan verseket publikálunk, ami a profilunkhoz illik. Ami azt jelenti, hogy csak szép irodalommal foglalkozunk, és így akkor már a szép irodalomban nem fér bele a vulgáris beszéd, a közönséges megjegyzés, szóval ezek a torzsalkodások, amik mennek, és nem szeretnénk lemenni az utca szintjére. De mindenki politizál. De lemennek a közösségi házba, a lakótelepi közösségi házba, mert ott vannak az összejöveteleik. Ha minden igaz, akkor havonta? Havonta egyszer. És mi történik ott? Melyikőjük meséli el? Hát mivel hogy én vagyok annak a műsorvezetője, jobbára én beszélek ott, azért hallgatok most, hál' Istennek, mert van bőven, mikor beszélhetek. Igen, hát havonta egyszer pénteken megjelenik, és nagyon szép számmal megjelennek ott a kedves alkotótársak. Ott az történik, ugye, hogy először is pont most majd a januári 15-én lévő összejövetelünkön, ugye mindig meg szoktuk beszélni, megvitatjuk és kialakítjuk az egész éves tervünket, az egész éves műsortervet, mi változik, mi nem változik, és ugye ilyenkor kialakítjuk azt, hogy kire fogunk klasszikusokra megemlékezni, tehát ugye az első cél az, hogy a klasszikusainkra emlékezzünk, írókra, költőkre. A másik az, ugye, hogy az alkotók, ha megjelentek könyveik, akkor a könyveiket bemutassák, illetve hát harmadik dolog az, hogy az aktuális, amit éppen azóta, mióta nem találkoztunk, ugye írt egy verset, vagy írt egy rövid kis prózát, akkor azt felolvassa. Ez rendszer... Bocsánat, de ez jellemző egyébként a nagyjából 40 tagokra, hogy szeretik a saját műveiket felolvasni? Igen. Mert vannak, akik igen, azt mondják, hogy Isten ments. Igen, szeretik, elnézést, hogy elvettem a szót, igen, szeretik, sőt, mitől van úgy, hogy jelzik azt, hogy nem baj, hogyha a saját művem kívül egy klasszikust is felolvasok, és mondtam, hogy természetesen nem. Van egy irányvonala. Nem lehet ezt kitágítani? Nem lehet egy olyan estet tartani egy kávézóban, egy nyugdíjas klubban, hogy akkor most a Rímkovácsok minden érdeklődőt szeretettel látnak, és saját verseinket mondjuk el. Vagy klasszikus nagy verseket idézünk fel. Igen, a jövő terveimben benne van, és ez az év arról fog szólni, hogy a 10 év, ami volt eddig, viszont ezt már szeretnék mindenképp bővebben kiszélesíteni, hogy a budaörsiekkel, iskolákkal volt egy próbálkozás a tavaly, egy kísérleti jelleggel elmentünk az Árpád utcai iskolában. Ez egy gyógypedagógiai iskola, kisegítő iskola. Így van. És kis könnyed, kis Áprili Lajos, kis versikéket megzenésítve. És milyen volt a fogadtatás? Ez tényleg érdekes. Nagyon örültek, és visszavárnak minket, meg van beszélve időpontok, hogy mikor tudunk menni. Szeretném, hogyha ez kibővülne a többi iskolákban is, egy ilyen író-olvasó találkozó költőkkel, irodalom összekötve úgy, hogy amit abban az évben pedagógusokkal szeretnénk beszélni, minden iskolával fölvenni a kapcsolatot, és van egy kis kedves kislány, a Pintér Fruzsina, 9 éves. És verseket ír. Jelezte, hogy önállók az iskolában vannak még gyerekek, csak bátortalanok. Hát akkor, ha nem jön Mohamed a hegyhez, akkor megyünk mi. Igen, szóval erről szó volt, és mindenféleképpen szeretnénk nyitni, mert úgy látom, hogy a budaörsi közönség egy kicsit bátortalan, és nem igazán vállalja fel önmagát. Nagyon sokan írnak
és azért vannak ezek, említette az imént, hogy felolvassák a verseiket. Nem mindenki vállalja. Viszont a mi közösségünk inkább egy baráti, családi légkörben folyik, és nem zárt körül bárki bejöhet, díjtalan, nyitott ajtók vannak, még kopogni sem kell, helyet foglal és figyel. Viszont vannak, mint említettem, kezdők és szép eredményeket elért írók, költők, és azok, akik kezdők, azok eleinte csak figyelnek. 2-3 alkalom, és mivel hogy szűk a baráti társaság, ezért jobban megnyílnak, bátrabbak. És azok is, akik még eddig nem olvastak föl, itt fölvállalják magukat, fölbátorodva. A reneszánsz díjas költőink vannak, magyar kultúra lovagjait, már 4 alkalommal, mióta a 10 év alatt, felnőnek, és a kitartás meghozza a gyümölcsét. Hát sok sikert kívánok még önöknek. Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk. Jöjjenek máskor is. Gratulálok ez a 10 évhez. És befejezésül is egy vers. Szép öregség. Gyermeki kortól az idősebb korig megtörténhet minden, mindenféle fokig. Átélni szépet, rosszat vagy jót, fogyasztani az életet, azt a boldogítót. Szépen öregedni, ez a fő cél, könnyen venni mindent, s nem lesz oly hideg a tél. Az örök élet titka a határtalan szeretet, kit mindenki ismer, azt a közösség el nem felejthet. Öregedj meg szépen, nem mindennapi eset, ha ezt eléred, az csak jutalmad lehet. Péntek van, így Bétót László műsora, az egy falat kenyér és egy csipetnyi szó következik. A műsor vendége ma a Familia Kft-ből és a Ding Dong című slágerről ismert Csonka András, azaz Csonka Pici lesz. De még előtte megmutatjuk, hogy milyen szabadidős programok közül választhatnak a hétvégén. Újévi naptára készítésére invitálja a családokat a Régészeti Múzeum szombat délelőtti játszóházába 10 és 13 óra között. A belépés ingyenes. Ha lemaradtak volna decemberben a Múzsák Társulat előadásában, amelyiket a 9 közül elnevezésű karácsonyi történetről, még szombaton is megnézhetik a posztárt rendezvényhelyiségben 11 órától. Szigligeti Ede Lilionfi című népszínművét játssza a Budaörsi Latinovic Színház szombaton este 7 órai kezdettel. Majd a Kishableány színpadi változatát is megnézheti a család az IFI klubban vasárnap 11 órától. Családi kikapcsolódást ígér az Északi Manók varázslatos élete elnevezésű bábjáték is a Jókai Mór művelődési központban vasárnap 10 órától. A Piros Rózsa dalkör műsora várja a népdalok kedvelőit a művelődési központban vasárnap 15 órára. És végül, de nem utolsó sorban, Víg Bori a backpacker.hu blog szerzője tart előadást új-zélandi kalandozásokról a Jókai Világjárók sorozatának keretében hétfőn este 6-tól. Az előadáson a részvétel ingyenes. És akkor az elérhetőségeink. Telefonszámunk 611-522, e-mail címünk szerkesztőség@bvtv.hu. Várjuk észrevételeiket, kérdéseiket riportjainkkal, műsorainkkal kapcsolatban. Ha lemaradtak valamelyik műsorunkról a héten, a bvtv.hu internetes oldalon az archívumban megtalálják, vagy megnézhetik a hétvégi ismétlésben, amely szombaton és vasárnap is reggel 8-kor és délután 5 órakor kezdődik a hétfői adásblokkal, majd sorban következik az összes többi nap valamennyi adása. Én köszönöm egész heti megtisztelő figyelmüket, találkozunk hétfőn, viszontlátásra!